Gyenge évet produkáltak a kövesdi kézisek, hiszen Bicsiék a javuló teljesítmény ellenére az alapszakaszban és a rájátszásban is az utolsó előtti helyen végeztek, így a rájátszás befejezése után búcsúztak az élvonaltól. Együttesünk az alapszakaszban és a helyosztókon is 8-8 pontot szorgoskodott össze, ami kevésnek bizonyult a bennmaradáshoz. Budai Ferenc a 10. fordulóban vette át a gárda vezetését, csapatunk addig még pontot sem szerzett a bajnokságban. Az, ahol elkezdtük novemberben egy 7 hónapos munka, 0 pontról eljutva 8 pontig, eddig a lehetőségig, azt mondom, hogy sokat dolgoztunk, sokat harcoltunk egymással oda-vissza a játékosok, de úgy gondolom, hogy ennek az eredménye az lett, hogy most már körvonalazódik azoknak a játékosoknak a köre, akikre lehet építeni. Hát ezt, ha engem megkérdeznek, akkor tudok segíteni benne, ha az elnökség dönt, akkor ő látja, hogy kik azok. Együttesünk az első győzelmét november végén szerezte meg a Kecskemét ellen, majd Kupiék tavasszal az FTC Pler, az Orosháza és a Tata ellen gyarapították tovább az addig összegyűjtögetett egységek számát. Az alsóházi küzdelmeket 2 ponttal kezdő Korsósék, a Tatát oda-vissza, míg a Pécset idegenben győzték le, de ez kevésnek bizonyult az első osztályú tagság meghosszabbításához. Az MKC jövőjéről egyelőre nincsenek konkrétumok. Per pillanat nem tudok semmilyen információt mondani. Én azt tudom, hogy az én megbízatásom az május 31-ig szól. Velem eddig nem történt semmilyen kommunikáció, se ennek megerősítésében, se a folytatásról. Gondolom, hogy az elnökség a hátralévő időben valamilyen úton módon erre sort kerít, beszélgetünk róla. Én elkészítem a beszámolót, elkészítem a statisztikai adatokat, én azt átadom, és akkor abból gondolom, hogy segíthetem a következő időszaknak a munkáját. Hogyan értékeled összességében a bajnokság színvonalát ebben az évben? Hát az élvonal az megmaradt inkább 2 csapatosra, és hát ott is a Veszprémnek a játékos állománya és ezeknek a játékosoknak a egyéni készségszintje az meghatározta ennek a párosnak is a végkimenetelét. A Szegedet dicséret illeti egyáltalán, hogy eljutott odáig, hogy 2-szer győzött a nagy nevekből álló Veszprémmel szembe, de azt hiszem, hogy értékelve ezt a párharcot mindenki a Veszprémre teszi a voksát. Utána lett egy olyan csoport, ami nagyon megerősödött Csurgóból, egy nagyon jó rajtoló Tatabányából, aztán elbizonytalanodó Tatabányából, egy erős Balatonfüredről, aki nagyon jó hajrát csinált a bajnokság végére, a Gyöngyös, a Ferencváros és a Kecskemét, akik saját lehetőségeikkel küzdöttek és harcoltak, adták a középmezőnyt. Hát én titkon azt mondom, hogyha az első 8-10 mérkőzésből nem 0 ponttal jövünk ki, akkor lehet, hogy a Kecskemétet meg tudtuk volna előzni, és ide bejöhettünk volna, mert a második részben a 8 pontnak annak elégnek kellett volna lenni, csak kellett volna valami bázis. És hát utána meg harcoltunk és küzdöttünk, ugye az Orosháza is erősített, mi is erősítettünk. Talán az Orosháza az előbb és ügyesebben lépett, erősebb játékosokkal, a mi játékosaink azok nem mindegyik tudta beváltani a hozzáfűzött reményeket, ki ezért, ki azért. És hát egy úgynevezett hajszálon múlott az, hogy melyik csapat maradt benne a Pécs, Orosháza és a Mezőkövest közül. Lehet, hogy az ő stabilitásuk, stabilabb hátterük, rutinosabb játékosaik az átlövő posztokon tudták megoldani jobban, mint a mi csapatunkból inkább a szélső poszton erősebb csapat szerkezet. Az MKC vezetői benyújtották a szándéknyilatkozatot az NB1-es indulásra, azaz, ha valamelyik csapat nem vállalja az élvonalban indulást, vagy nem tudja biztosítani az induláshoz szükséges feltételeket, akkor csapatunkat kérik fel elsőként az első osztályú szereplésre. Az MKC vezetősége június 7-én rendez közgyűlést, ahol remélhetőleg sok pozitív fejleményről számolnak majd be a klub vezetői.